Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 16-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai és tervei. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Az érmék a pénzre, az anyagi dolgokra mutatnak. A kép jelenti, hogy itt ő valamit elveszít. A napi kártyán látható ez a gyűrű, az lehetséges, hogy a házasság vagy a válás miatt neki anyagi veszteségei lesznek, vagy egy szerződés nem előnyös számára. Ezek az érmék nem csak az anyagiakat mutatják, hanem az értékeket, a belső értékeket, és ha ő ezt nem kapja meg másoktól, akkor ő betegnek érzi magát, ezek fájnak, és emiatt vannak neki ezek a gondolatai. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzései, ezt mutatja ez a kártya. Ez a kehely az érzésekre vonatkozik, és az ő tartása inkább visszahúzódó, de magabiztos. Ő hisz abban, hogy el tudja rendezni a dolgokat. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép mutatja a visszahúzódást. Az lehet, hogy ő most nem jelentkezik, de előfordulhat az is, hogy jó lenne, ha ti lennétek most visszahúzódóak, mert előfordulhat, hogy ő is megbántott titeket, és ezt ti szóvá teszitek, és emiatt kialakulhatnak nézeteltérések. A napi kártya, ez a gyűrű, arra is utalhat, hogy visszatér. Egy visszatérő esemény, vagy valaki visszatér a múltatokból, és keresi a kapcsolatot. Ez a gyűrű jelenthet egy ajándékot is, vagy egy eljegyzést. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra is a lehetőség, hogy egy személyes jóslást kérjetek tőlem, mindegy, hogy milyen kérdést tesztek fel, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!